Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 3-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen látható egy király, a kezében van egy kard. Az utal a levegő elemére, és az azt jelenti, ő átteszi most magát a félelmeken, vagy azokon a helyzeteken, ami félelmet vált ki belőle, vagy kapcsolatokat zár le, ő szabadnak érzi magát. Amit még ez a kártya jelent, hogy ő fontos döntéseket fog hozni, és beszélni akar veled. A második kártya utal az ő érzelmeire. Ő most úgy érzi, hogy kezébe kell, hogy vegye a dolgokat. És ez a kard utal a levegő elemére, átteszi magát a félelmeken, fontos döntéseket hoz, és beszélni akar veled. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a képen látható egy torony. Ezek lehetnek hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy. A torony jelenti a feszültségeket is, amikor fogva érezzük magunkat. Ő közli veled, hogy mindent rendez, és átteszi magát ezeken a feszültségeken. Most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a képen a hold látható, utal érzelmekre, vágyakra, reményekre, álmokra. Az is lehet, hogy te megjelensz az ő álomképében. A hold visszahúzódó, várakozik, kap valamit. Ahogy láttuk itt ennél a jóslásnál, ő szeretne veled beszélni, de vár arra, hogy te jelentkezzél nála. De előfordulhat az is, hogy nyitott lesz érzelmekről beszélni. A hold szimbolizálja az anyát, az anyai érzelmeket, az is lehet, hogy erről szeretne beszélni, és ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!